Csökkentett létszámmal járhatnak iskolába a végzős diákok azokon a településeken, ahol vörös forgatókönyv van érvényben. Ugyanakkor, ahol a fertőzöttségi ráta meghaladja a 6000-eket, valamennyi oktatási intézményben áttérnek az online oktatásra, és az érettségit sem lehet megszervezni. Egy hónapja térhettek vissza az iskolába a diákok, de azóta a megbetegedések száma emelkedett. Emiatt egyre több település kerül ismét vörös besorolás alá. Ami az érettségi és a képességfelmérő vizsga előtt álló diákokat illeti, továbbra is lehetőségük van bejárni az iskolába akkor is, hogyha a koronavírusos megbetegedések magas száma miatt vörös zónának minősülő települések tanintézményeiben tanulnak. Ez alól kivételt képeznek a 6000-es fertőzöttséget meghaladó települések, határozott az Országos Vészhelyzeti Bizottság. A döntés értelmében a 8. osztályban legtöbb 15, míg a 12. és 13. osztályok esetében 17 diák vehet részt egyszerre az órán. Kis Imre, a Kovászna megyei főtanfelügyelő úgy véli, a végzősök számára fontos a fizikai jelenlét, még akkor is, ha csak fél osztály van a teremben. Ha figyelembe vesszük azt, hogy a vakáció után lehetőségük volt a végzős osztályoknak a sárga forgatókönyv esetében is részt venni az órákon, akkor már együtt volt az osztály, hiszen közel egy hónapja már együtt van az osztály, és azt mondom, hogy ezt a folytonosságot akkor is meg lehet őrizni, hogyha nagy létszámú osztály esetében fele osztály otthon tartózkodik. Hozzátette azt is, hogy ez a folytonosság majd meg fog látszani az érettségi és a képességfelmérő vizsga eredményein is. Az alsó tagozaton ugyanakkor nincs korlátozás. Az előkészítősök és elemisek korlátozás nélkül járhatnak iskolába akkor is, ha 3000-elék fölötti vörös forgatókönyv van érvényben a településen.